Sziasztok! Még azt szeretném mondani aztat is, hogy aztat is megfoghattam autitársakon keresztül Isten kegyelméből, hogy milyen igaz, mert én nem egyszer se nem kétszer voltam a pszichiátrián bezárva. Által milyen is volt, de be voltam zárva. És ha nem is volt könnyű, sokkal nagyobb szabadságot érezhettem, mint itt kint a szabadságban. Mert itt kint a szabadságban mindent megtehetek. Mindent, amit az én megkíván. És azért megláthattam, hogy aki be van börtönözve, nagyobb szabadságban van az az ember, mint aki kint, aki azt hiszi, hogy szabadságom van. Mert én személyesen kint minden hülyeséget meg tudtam tenni újra és újra, körbe és körbe. És az az igazság, ez is az én akaratom, nem Isten akarata. Mert Isten a végtelen életet kínálni fel, a szabadságot, ami az élet. A szabadulást ebből a pokoli énből, ebből a testből, ezt kínálni fel Isten, a szabadulást. Hogy a szabadságban, ami nem szabadság, szabadon léphessek Istennel. Szabadon szólhassak, amit Isten ad és tanít engemet. Mert én is látom, ha börtönbe zárva belennék, sokkal szabadabban érezném magamat, mint e szabadságban. Mert e szabadságban sokkal több bűnt meg tudok tenni, mint bezárva. De Isten nem akarja, hogy a gyermeke be legyen zárva, hanem meg akarja szabadítani, felszabadítani, megtanítani, hogy lássam meg, lássak be, és lássam be, hogy Isten nélkül újra és újra elveszek, hogy csak akkor lehetek szabad ember, ha Isten áll felettem, nem ember. Mert még ember fog állni felettem, ha senki se nem lesz mellettem, csak én. Már akkor is elveszek, mert az én semmit sem tud Isten nélkül. Csak is gyilkolni. Önző mondom mindent felzabálni, magáévá tenni, és a többségnek semmit sem adni, semmit sem, mert az a kevés, ami adok, az semmi ahhoz, amit Isten megad nékem és minden gyermekének, aki keresi őtet személyesen. És igen, ó, én nyomorult ember, még meddig ebben a testben? És ki mondja ezt? A gyermek nem, csak is a nyomorult ember, mint én, aki újra és újra meglássa a bűnjét, és ahelyébe, hogy asszolnám, mindaz az asszonka, nem is tudom hány éves az a gyermek, 80 éves, hogy csak, ó, Istenem, hagyj engem meg tovább, minél tovább itt e földön más emberekért. De annyi bűnöm van, annyi mocsok van még bennem, hogyha rajtam függne, már rég megölném e testet. De hála magasságos Istennek, hála az ő tanításának, az ő erejének, hogy már ez sem megyen.
Mert ki vagyok én, hogy elvegyem az életet? És ki vagyok én, gyilkos? Mert csak is a gyilkos tudja ezt mondani. Csak is a gyilkos tudja ezt szólni. Nem a jó, mert a jó nem gyilkol, és az Isten, a jó csak elajándékozi a gyermeket, és adi az erőt is, ahhoz, hogyha megint bűnbe esek, hogy ne a kést vegyem, és vágjam a nyakam a fejem, de forduljak Isten után, sírva, zokogva, és ember után, hogy bocsánat, hogy újra vak voltam, és köszönöm Istennek, hogy újra bocsánatot kérhetek tőled, és mindenki tőled, akit megbántottam, megbántok, ha nem látok, mert ez az én, ez a test, ez a bűn test. Isten veletek. Sziasztok.